Köszöntöm a nézőket! Elkezdődött a szarvasbőgés időszak, ami egyben a vadászok ünnepét is jelenti. Minden évben ebben az évben szervezik meg ezt a fesztivált, aminek most idén először a Pákossukorói Arborétum festői környezete ad helyet. Országos vadásznapi szokásainknak megfelelően egy rövid áttekintést adok arról, hogy hol tart a magyar vadászat ügye a különböző témakörökben. Az első és legfontosabb a vadászati törvény, amellyel azt gondolom, hogy Európa is megkockáztatom, hogy talán a világ legjobb vadászati törvényét hoztuk létre. Ehhez minden szükséges rendelet és részletszabályozás megszületett, hála az Agrárminisztériumnak. Itt most csak három dolgot emelnék ki, hogy amikor meghirdettem annak idején azt, hogy 20 éves legyen a haszonbérleti időszak, akkor azt mondták, hogy lehetetlen, úgyse lesz belőle semmi. És most 20 éves a haszonbérleti időszak. És az a helyzet, hogy ez a helyes, mert hogyha egy szarvasbika 10-12 év mire golyóéretté válik, akkor hogy lehet ennél rövidebb idő alatt érdemi vadgazdálkodást folytatni. Tehát a magyar vadállomány védelmében nagyon helyes és nagyon bölcs, hogy keresztül tudtuk vinni a 20 éves haszonbérleti időszakot. Ez nem csak a vadászatra jogosultaknak és a földtulajdonosoknak jó, hanem mindenek előtt a magyar vadállománynak. Az is helyes volt, hogy nem engedtünk semmilyen nyomásnak, és ragaszkodtunk a 3000 hektáros minimális területhez, mert ez jelenti azt, hogy valóban vadgazdálkodást lehet folytatni. Látunk Európában példákat arra, hogy ha lementek pár száz hektárra, akkor berendezkedtek az átmenő vad lelövésére, tehát ennek is a vesztese a vadállomány volt. Nagyon helyes, hogy mindenfajta lobbinyomás ellenére meg tudtak tartani a 3000 hektáros minimális területnagyságot. És az is helyes, hogy a trófeabírálatot visszaállítottuk, mert a nagy vadlétszám az tényleg bőséges, azonban a minőség az vitatható az elfiatalodás következtében, tehát nagyon helyes, hogy van trófeabírálat, ami elsősorban nem a szankciókra helyezi a hangsúlyt, hanem a pedagógiára és a presztízsre, hogy hibás kilövések ne legyenek. Persze az ember mindig hibázhat, de fontos az, hogy trendszerűen minél inkább minőségivé váljon a mennyiségileg megfelelő nagyvadállomány. És azt is meg kell mondanom, hogy mi sok fanyalgás volt, meg huhogás, hogy úgyse lesz meg, a tájegységi fővadász rendszer is kitűnően működik, amit egyébként a magyar állam fizet, a magyar államnak a képviselői segítik a vadászatra jogosultakat, mint szakmai szempontból is, meg az adminisztratív terhek szempontjából is. A tájegységi szemlélet egyébként azért volt helyes, mert például a nagy vadállomány tekintetében, mennyiség meg minőség vonatkozásában az kétségtelen tény, hogy az ország bizonyos részein, főleg a szarvasállomány túlszaporodott. De ez nem igaz az ország egész területére. Tehát ami igaz Zalára, az nem biztos, hogy igaz mondjuk Észak-Magyarországra. És hasonlóképpen a trófeabírálat tekintetében, ami értelmes trófeabírálati képlet és elvárás mondjuk Zalába, az nyilván a Börzsönybe nem lenne megvalósítható. Tehát ezért helyes az ökológiai tájegységi szemlélet, és kitűnő tájegységi fővadász barátaink ezt kitűnően el is végzik. Az országos vadásznap kapcsán kerül megrendezése itt most először a Sukorói Arborétumunkban a Vadgasztronómiai Fesztivál, és elmondanám azt is, hogy a fakitermelő bajnokság döntője több mint 40 fakitermelő brigádnak is a nagy versenyszámát itt lehet most megtekinteni. Nagyon sok programmal készülünk, várjuk a látogatókat, és remélem, hogy minden jól sikerül. Hogyha itt kicsit körülnézünk ezen a nagy területen, számos bográcsban rotyog mindenféle finomság. Mi mindent készítenek, hány csapat érkezett, és mit lehet tudni egyébként a mai versenyről? Több mint 70 csapat érkezett a mai napra versenyre. Nem csak Magyarországról, hanem Lengyelországból, Szlovákiából és Burgenlandból is érkezett csapat hozzánk.
a legkülönbözőbb szabadtűzön készített ételeket és specialitásokat próbálják összeállítani 12 óráig. Ez is egy, a versenynek egy szabálya, amikor a zsűri körbe jár és a zsűrizés megkezdődik. Mi lesz a díjazás? Sok díjat adunk ki, egyrészt a vadhús kategóriákban, szarvas, vaddisznó, muflon és ősz kategóriában első, második, harmadik helyet hirdetünk, de például a Gastro Design díjat is kiadjuk, ami a legszebben terített asztal és a legszebben feltállalt étel vonatkozásában lesz kiosztva. Célja a fesztiválnak, hogy a vadhúst egy kicsit népszerűsítse, hiszen keveset fogyasztunk, tényleg hogy állunk ezzel mi magyarok? Valóban Magyarországon kb. A fele az egyfőre jutó fogyasztás, mint Nyugat-Európában a vadhús vonatkozásában. Mi próbálunk ezekkel a vadgasztronómiai fesztiválokkal az élén járni azoknak a rendezvényeknek, amik kapcsán a vadgasztronómiának kedvet csinálunk, és minél több nem csak látogatóval, háziasszonnyal és magyar emberrel ennek a csodálatos alapanyagnak az ízvilágát meg tudjuk ismertetni, remélem így. Hogyha egy kicsit körbejár az, aki ma ide kilátogat, a főzés mellett még mi mindennel találkozhat? Számtalan gyerekprogrammal, trófeakiállítással, a legkülönbözőbb vásárudvarokkal, és hát a legspeciálisabb ételekkel. A velencei ovis csoportból alakult egy baráti társaság, és szülőkkel kiegészülve barátokkal főzünk itt a versenyt. Első alkalommal vagyunk itt. Miért tartják fontosnak a részvételt? A helyiek vagyunk, itt van ugye Sukoró, az Velence mellett van, Velencei tó mellett vagyunk, szeretünk főzni, és szeretjük ezt a vásári kiállítási hangulatot, meg a főzőversenyeket főleg. Mi az, ami készül? Kettő ételt készítünk, az egyik egy tárkonyos vargányás vadraguleves, a másik pedig egy őzgerinc, amit unikumos céklával, illetve savanyított almával készítünk, és tócsnin fogjuk kitálalni. Ezek egyébként bevált receptek? Nem, ezt a levest már megcsináltuk többször, de ez egy most erre a főzőversenyre speciálisan kitalált recept. Séf barátommal együtt találtuk ki, és most főzzük először. Mennyire fontos egyébként a vadételek fogyasztása önöknél, ez hogy néz ki a mindennapokban? Fogyasztjuk szép számmal, vannak vadász ismerősök, és szeretjük is, mert egészséges, finom húsuk van, úgyhogy nagyon szeretjük enni és készíteni is őket. Mi Budapestről elkezdtünk, Future FM ZRT vagyunk, és már több egyére veszünk részt ezen a versenyen. Kétféle ételfele fogunk készülni. Lesz egy tárkonyos vaddisznó ragúleves, rókagombás burgonya gombóccal, amihez most éppen gyúrjuk a alapanyagot. A másik fő ételünk pedig egy konfitált vaddisznó gerinc lesz, és naspolya pálinkás burgonya körettel fogjuk majd tálalni a zsűrinek. Beszéljünk először a méretekről, mekkora kondérban, és mi az, ami egészen pontosan rotyog? Két darab 600 literes bográcba főztük a vadpörköltet a vadex részére, ez kb. 2000 adag mennyiségben föl, 500 kilónyi hús, 500 kiló galuska, mint egy 100 kiló hagymával készült, varganyagombás gombakeverékkel fűszereztük, illetve ribizló borba főztük még mellette. Mennyi alapanyag kell ehhez, hogy ennyi adag, 2000 adag? Ha... 2000 adag, ez azt jelentette, hogy 500 kg a szarvashús, 500 kg a galuska, és a fő alkotóelemek még a vörös hagyma, ami kb. 100 kg volt. Meg az év alkotóelemek, ami a fokhagyma, egyéb fűszerek, egy vörös bor, ribizli bor, meg a gombák. Gombákból bele lehetettünk 50 kg-t. Az ilyen rendezvények kiválóan segítenek ráirányítani a figyelmet a vathús kiváló minőségére és a vathús fogyasztás lehetőségére. Hiszen addig, míg az Európai Unióban kb. 1 kg per fő az átlagos fogyasztás, addig nálunk ez 20-30 dekra között van. Tehát nagy az elmaradás, de pontosan az, hogy itt
vannak együtt a vadászok, ide jöhetnek az emberek, akik valamilyen kapcsolattal rendelkeznek a vadászat, illetve a vadhús terén. Olyan tradíciókat láthatnak, és olyan kiváló étkeket láthatnak, és vathús feldolgozási módszereket láthatnak, hogy azt reméljük, hogy segíti a vathús fogyasztást. De segíti a minisztérium is, hiszen a különböző vadgasztronómiai rendezvényeket, ennek rendezését támogatjuk. Az elmúlt időszakban is mintegy 11 millió forintot fizettünk már ki azért, hogy legyenek ilyen rendezvények, és tudjuk fölhívni a figyelmet arra. És én azt hiszem, hogy egy olyan lehetőség rejtezik a magyar erdőkben, amivel élnünk kell, hiszen ott vannak az őzek, a szarvasok, a vaddisznók, ezek kiváló étkek, és hogyha nem szabályozzuk őket, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Gyakorlatilag a vadászat egyidős az emberiséggel. Mindig is harmóniát, egyensúlyt kellett teremteni az ember, a természet és a vad között. És nincs ez más, hogy a 21. században is más eszközökkel, de ez az egyensúly teremtési feltétel és szabály, ez ma is él, és ma is a felelősségünk. A vadgazdálkodás egyébként napjainkban hogy áll? Milyen hírek vannak a jövőt illetően? Azt hiszem azzal, hogy létrehoztuk a tájegységi körzeteket, hogy nem csak kicsi vadászterületeken szabályozzuk a különböző vadgazdálkodást, hanem egy nagyobb tájegységekben történik ez a szabályozás. Ez egy olyan kiegyensúlyozott gazdálkodást tesz lehetővé, ami sokkal tágabban értelmezendő, és sokkal jobb egyensúly teremtésre ad feltételt. Nagyon nagy felelősségünk is van, hiszen Magyarország kapuin is dörömböl az afrikai sertéspestis vírusa. Ugye a vaddisznó állományunkban benne van. Én itt a mai napon szeretném fölhívni a vadászok figyelmét arra, hogy fegyelmezett együttműködést kérek az állategészségügyi hatóságokkal, hiszen Magyarország óriási erőfeszítésekkel küzd azért, hogy megóvja a házi sertés állományait attól, hogy a vírussal átfertőződjék. Eddig a szomszédainkhoz képest mi sokkal jobb sikerrel tesszük mindezt a munkát. És azon vagyunk, hogy ez a jövőben is így maradhasson. De ehhez fegyelmezett együttműködésre van szükség. Egyeztetést is kezdeményezek velük, hogy megbeszéljük azokat a lehetőségeket, amellyel a vadászok tudnak ahhoz hozzájárulni, hogy a vaddisznó állomány gyérüljön, és megfelelő olyan védőzónák alakulhassanak a telep körül, hogy nem veszélyeztetjük a telepeknek a megfertőződését. Stratégiai kérdés mindez. A 2021-ig terjedő időszakban, amikor is világkiállítást rendezünk, külön figyelmet fordítunk azokra az elemeire, a vadgazdálkodásnak, a vadhoz való viszonynak, illetve az ember és természet viszonyának, amelyben például a gasztronómia is megjelenik. A 21-es világkiállítás egy olyan lehetőséget kínál Magyarország számára, amelyben a vadgazdálkodás és vadászati szempontból nagy hatalomnak számító hazánk megmutathatja ezt a tudását is. Nem csak mellékhatása, hanem kívánatos hatása lehet egyébként az, hogy például a vadhús fogyasztásban is előre léphessünk, hiszen távol van a lehetőségektől és a kívánatostól az, hogy a vadászati nagyhatalomként működő ország a rengeteg jól tartott és kitűnő körülmény között tartott vad mégsem kerül a magyar emberek asztalára. Sok dolog van az elkövetkezendő két évben előttünk. Támogatásokat adunk, programtámogatásokat többek között, így lettünk támogatói az idei vadásznapnak, de gyakorlatilag minden vadásztársasághoz el fogunk jutni a következő nagyjából másfél-két évben. Körülbelül 90 partnerrel dolgozunk már most, 70-nel kerültünk szerződéses kapcsolatba ebben az évben, és elindultak ezeknek a támogatásoknak a folyósításai. A tervünk és a lényeg talán éppen az, hogy minden magyar vadászhoz eljussunk, és minden magyar vadászon keresztül 65 ezer emberről beszélünk, ha hivatásos vadászokat és másokat is hozzáveszünk, még 10-15 ezer emberről, a magyar társadalom egy jelentős részét el tudjuk érni.